Ilyen és ehhez hasonló makettek fogadják majd az érdeklődőket július 26-ától a Szabolcsi megyeszékhelyen. A főszervező híradónknak elmondta, Nyíregyházán elég sokan foglalkoznak makett készítéssel, innen is jött az ötlet. Így Ördög Gábor, Vrankó Tamás is felajánlott a gyűjteményeinek egy részét a kiállításra. Ezek mellett a tárlaton a helyi pilótáktól kapott képeket, eredeti fotókat és grafikákat is láthat majd a közönség. Mindenki látva a buzgalmunkat, felajánlott fotókat, relikviákat, egyenruhát, illetve olyan tárgyakat, fotókat, dokumentumokat, amik a légirepüléssel kapcsolatos. Ez egyre jobban bővült, annyira, hogy Hársalvi Péter még abban is segített nekünk, hogy az anyag bővítésében már kicsit a modern világba is betekítsük, egy komplett, igaz, hogy oldalszárnyak nélkül vitorlázógép is beleszállítva a kiállítás ideje alatt a belső udvaron, illetve az első sárkányrepülő közül is kiállítunk egyet. A tárlaton ki lehet majd próbálni egy szintén kiállított MiG-29-es vadászrepülőgép szimulátorát és a vitorlázó repülőgép navigációját is. A kiállítást tulajdonképpen nyitvatartásilag augusztus 5-ig terveztük, de a szimulátor kivételével ez szeptember 5-ig ki fog tolódni, mert szeptember 4-én van a Nyíregyházi temetőben a repülős emlékmű koszorúzása, illetve az aktuális ünnepség, és így ennek tiszteletében mi lehetőséget adunk az egybegyűlteknek, hogy hozzánk feljöjjenek, és a kiállítás anyagát megtekintsék. A Széchenyi utca egy szám alatt a repüléstörténeti kiállítás mellett az állandó tárlatokkal is várják a közönséget, így a Kálai gyűjtemény anyagaival, az érem kiállítással és az osztrák ékszerkészítő munkáival, valamint a 10 000 példányos könyvgyűjteménnyel.